Igen, ez az ötödik rész. Eljutottunk a weblapok struktúraépítése, a menürendszere és a vevőkommunikáció részletein keresztül oda, ahova valójában akartunk érkezni. A weblapon minden a konverzióról szól, a konverzió a cél. Menj, vásárolj, regisztrálj, légy tag, kér hírlevelet. És az is konverzió, hogy keress egy boltot a közeledben. Megnézted, megtaláltad, amit keresel. Nekem tulajdonképpen jó lenne, ha itt rendelnél a neten, és kevesebb problémát okozna. Esetleg kevesebb idő alatt tudnám a neked jó terméket átadni. De ha te szeretnél személyesen kapcsolatba kerülni velem, akkor nekem ezt tiszteletben kell tartani. És az is konverzió, hogy tanuld meg használni. Training. És eladás, tréning és shopping együtt. És ez is konverzió. Eladás növelő tájékoztatók a vevőknek. Amikor ő ezt elolvassa, akkor gyakorlatilag konvertál, közelebb kerül ahhoz, hogy valóban meggyőzze magát arról, hogy nekem ez tetszik, de vajon tudom használni, az én rendszereimmel össze tudom hangolni? Ez kell nekem? És megtanulja a használatát. Ez egy nagyon fontos dolog, és ehhez a tanácsadást, támogatást meg kell adni. És hogy hogyan vásárolj, hogyan használd, ez nem csak az egyéni vásárlóknak kell, hanem kell a másik rétegnek. Ezt nagyon gyakran megkérdezik tőlem, hogy lehet-e egy weblapon, érdemes-e egy weblapon az egyéni vásárlót meg a viszonteladókat is kiszolgálni. Hát igen, érdemes. Lehet, hogy az a mögötte lévő ügyfélkezelő rendszer már akadályoz, de két zavar ez. Látszatra a weblap egy egység. Valójában ugyanaz a ruha, ugyanaz a dizájn van ráhúzva egy önálló adatbázisra, ami egészen más rendszerekkel van összekapcsolva, akár biztonsági rendszerekkel is. És nyugodtan ki tudja szolgálni a viszonteladókat, ki tudja szolgálni a kiskereskedőket, a partnerhálózatot, mindegy, minek nevezzük. De ezeknek, és főleg, hogyha abban vagyok érdekelt, hogy újabb partnereim legyenek, fel kell kínálni az eladás növelő megoldásokat. Hogyan? Kezd el. Mire számíthatsz tőlünk? Milyen támogatást kaptok? Milyen eszközrendszerrel fogunk benneteket támogatni? Nem arról szól a partner együttműködés, hogy mennyi a haszonkulcs. A bevétel és a nyereség ebben van, és nem abban, hogy azt mondják, hogy mennyi kedvezményt adsz. El kell felejteni ezt a régi 20. században, de a 20. század utolsó 20 évében már kevésbé érvényes. Annál sokkal összetettebb megoldások vannak ma érvényben, és ezek működnek. A nyereséged ebben van, és nem abban, hogy mekkora kedvezményt adsz. Elgondolkodtam, hogy mi mindent lehetne még erről beszélni. Most azonban a vevők és a menü navigációs rendszer és a konverzió a feladatunk. Igen, tehát a weblap menü navigációja ki tudja szolgálni, és ki is kell, hogy szolgálja. Nagyon jó megoldásaink vannak arra, hogy egyszerre kiszolgálja a magánvevőt és a partnert, a viszonteladót. Igen, én tudom, hogy az eredményes konverzió hogy jön létre, és hogy a konverzió végül hogy vezet vásárlásra, mert ez nem egy csettintésnyi, egyszerű folyamat. És azt is tudom, hogy miért nem eredményes a konverzió, miközben a weblapon létrejön. Mert a legprofibb weblap sem hoz több vevőt, ha gyenge az alapszolgáltatásunk. Ha drága vagy nem vonzó a termék, akkor ezeket kell egy kicsit még hozzáigazítani a mai igényekhez, hogy végre a weblap is hozza azt, amit elvárnak tőle. És az sem lesz igazán üdvözítő, ha csak a weblaptól várnak mindent. Ez már az elmúlt időszakban, ebben az előadásban is jócskán többféle módon körüljárt, hogy igen, a vevőt nem lehet megváltoztatni, a vevőt nem lehet cserélni. Nem lehet elvárni, hogy ő csak a weblapon konvertáljon, azonnal vásároljon, ne vegye fel a telefont, ne akarjon a boltban átvenni terméket, és így tovább. A vevő felhasználói igényeit és
a vevő elfogadási szintjeit nagyon komolyan ki tudja szolgálni a webáruház, a honlap. De azt nem lehet tőle várni, illúzió. Megalapozatlan igény, ha mindezt csak tőle várják. Igen, oda kell tenni magunkat minden szinten és minden formában ezután is, mint ahogy eddig is. Össze kell hangolni a marketinget, ez az integrált marketing. Rosszul működik, hogyha külön van egy grafika a bevásárlóiságnak, külön van egy grafika a honlapnak, ezek között nincs összhang. Rosszul működik, hogyha a kampányt elkezdi a Facebookon, de nem erősíti meg a Google-lel, vagy éppen fordítva, elkezdi a kampányt a Google-ben, de nem készít hozzá egy külön értékesítési oldalt, pont azt az a grafikát, pont azt a marketing tartalmat nem teszi föl, amit egyébként nem is olcsó szórólapokkal, mindenfelé, plakától, újságokba mellékletként odarakja, nem részletezem. A lényeg, hogy a nyomtatottuk. Majdnem azt mondtam, hogy grafika, de a nyomtatott is sok minden egyéb lehet, ugye? Lehet egy hirdetett újságcikk is, és sok minden egyéb. Tehát a nyomtatott tartalom és az internetes tartalom a vevő személyes értékesítési megoldásaival együtt összhangban kell, hogy működjön, akkor hoznak igazán eredményt. Különben csak viszik a pénzt. És az eredmény, bár erre szoktak hivatkozni, hogy de hiszen jönnek. Hát nekem nem mindegy, hogy 10%-át szerzem meg az így elérhető vásárlásoknak, vagy 80%-át. Ezért szoktam kritizálni, nem azért, mert elvárnám, hogy mindenki az én okosságaimat tartsa szem előtt. Igen, akkor is probléma van, ha tévesen vagy egyáltalán nem mérik fel a piacot, vagy a piac nagyságát. Elfelejtik, hogy a magyar piacon mindössze a Google magyar nyelvű mérései szerint 4.800.000 körüli potenciális vevő van. Ezeket lehet elérni. És hogyha egy termékre egy hónapban csak 900-an kíváncsiak, akkor tudomásul kell venni, akkor ahhoz kell igazítani a mi marketingünket, és nem csak az elvárásainkat. És az is probléma, hogyha egy nagyszerű weblapot összehozunk, de nem veszik figyelembe, nem mérik fel a piaci környezetet az interneten, nem veszik tudomásul a konkurens weblapok korát és azok erejét, hirdetési szokásait, azt, ahogy a vevőkkel ők kommunikálnak. És az is téves dolog, ha azt gondolják, hogy csupán a, én nyugodtan mondhatom, félreértelmezett SEO, miszerint elég okosan szöveget kialakítani, elég ergonomikus weblap struktúrát csinálni, elég meta kulcsszavakat, meta leírásokat beletenni a weblapba a megfelelő helyekre, és attól majd a Google előbb-utóbb szépen a vevék elé teszi a honlapot. Ez már hosszú évek óta nem igaz. 2005-től biztosan nem. 2009 óta egyéni találati lista van mindenkinek, aki keres az interneten bármit. Szóval a hagyományos értelemben vett SEO biztos nem elegendő. A weblap optimális megjelenése, a weblap optimalizálás nagyon fontos része ennek az egész folyamatnak, amit úgy nevezhetünk, hogy üzleti kommunikáció, konverzió optimalizáció, értékesítés optimalizáció. Ez mind egy rendszerben, megint visszatérek a szóra, integráltan kell, hogy működjön. Persze mindezt egy kis vállalkozás erejéhez, anyagi alapjaihoz kell igazítani. Én hiába kínálok szuper megoldásokat. Nem ez a lényeg. Ez a lényeg. Egy kis vállalkozó az interneten tényleg úgy kell, hogy gondolkodjon, és tényleg úgy működik, a Google is így tekint rá, mint egy nagy vállalkozásra. Az előbbi példa volt az Apple honlapja. Ugyanez a struktúra van ott is, ugyanezek az elemek vannak ott. Semmiben nem különbözik az Apple internetes megjelenése egy kisvállalkozó internetes lehetőségeitől. Ezt viszont megfelelően ki kell használni.
Itt alul látható, hogy mikor és hogyan használjuk a Google API kódokat a konverzió követésére és optimalizálására. Mi ez a Google API kód? Egy kis vargabetűt azért most teszek. Tulajdonképpen kis programelemek, úgynevezett skriptek, kis kifejezések. Ezeket kell beletenni a weblap forráskódjába, és akkor a Google elkezdi annak segítségével engedélyt adunk arra, hogy kövesse a vevők viselkedését a honlapokon, ezt lehet látni a Google Analytikában, kövesse a vásárlási konverziókat az AdWords-ben, ezt lehet konverziókövető kódokkal megadni, és így tovább. A lényeg, hogy mindenről a nagyvállalati rendszerről, amit itt látunk, arról, hogy a vouchert, a kupont hányan használták, hogy hányan jöttek a partner oldalakról, hogy mit hoz másoknak a banner hirdetése a weblapom számára, onnan hány vevő érkezett, mit hoz a közösségi média, mit jelentenek számomra a hírlevelek, mennyi bevételem jött onnan, hogyan értékelik és használják az űrlapokat, mennyire volt eredményes egy 4 hetes akciós oldal, mennyire volt eredményes egy 8 hetes kampány oldal, és mit tudtam ebből kihozni a Google AdWords hirdetéssel és a Facebook hirdetéssel kombinálva. Hányan töltik le a tájékoztató oldalakat? Mennyire fontos a vevőimnek, hogy tájékozódjanak, tanácsot kapjanak? Mennyire igénylik a segítséget? A napokban egy bevásárló központban kérdeztem egy üzletlánc egyik alkalmazottját, hogy amikor ott a vevő, 10 vevőből hány vevő igényli a segítséget, a támogatást, hányan igénylik a személyes kapcsolatot? És tudják, mit mondott? Rövid gondolkodás után, de nagyon határozottan azt, hogy 6. 4-en nem. Ők, bár nem azt jelenti, hogy teljesen elzárkóznak, nem azt jelenti, hogy őnekik aztán senki semmit nem adjon, majd ők mindent megoldanak egyedül a végén, személytelenül a pénztárnál fizetnek és mennek. Nem. Ha bármi probléma lenne, ők is beállnának a 6 mellé. De alapvetően ők önállóan megoldanak dolgokat, köszönik, nem kérnek segítséget. Még egyszer mondom, 6 igényli a beszélgetést, az oda-vissza gondolatformálást, a tájékoztatást, a tanácsadást. Kérdései, igényei vannak, és ezt kell megerősíteni. Hát, mindenről a Google API kódok segítségével kaphatok információt. Ha, ne adj Isten, az alkalmazott azt mondaná, hogy ó, hát itt senkinek semmire nincs szüksége, valójában ő nem akar segíteni. Kiderülnek ezek a dolgok. Az értékesítési oldalak, az egyedi értékesítési oldalak, a webáruház, a tájékoztató oldalak, az akciós oldal, az űrlapok, a hírlevelek, a banner hirdetések, a partner oldalak, a voucherek, kuponok, mind egységesen egy integrált rendszerben dolgoznak, és most már csak kimondom az integrált szót megint, mit is jelent ez az integráció? Hát azt, hogy nem egy meg egy meg egy, az 3, hanem azt jelenti, hogy 1 meg 1 meg 1 az 6 vagy 8. Minőségileg nagyobb eredményt tudok elérni vele, ha összehangolom. És még egyszer mondom, ez a rendszer mérhetően a Google API kódok segítségével ellenőrizhetően folyamatosan finomítható. Ugye, hogy egy kis vállalkozó is úgy kell, hogy gondolkodjon, mint egy nagy vállalkozó? Hiszen itt van ennyi külön egysége, alvállalata, részlege van. Igen, követjük és mérjük. 2010-ben is követtük,